Sziasztok! Ma a diólikőr lesz porondon. Ez egy alapmennyiség, amit én most készíteni fogok, illetve nem most, mert ez egy hosszabb folyamat, aztán majd utólag összevágom a videót. Na mindegy, a lényeg, hogyha valaki az egy ilyen ettől eltérő mennyiséget szeretne legyártani, az a hozzávalók, tehát az alapanyagok mennyiségét és a különbségek függvényében szükségeltetik, hogy módosítsa. Amire szükségünk van ehhez az alapmennyiséghez, amit én el fogok készíteni, 25 deka zöld dió, 1 liter pálinka, bármelyik pálinka jó, ami legalább ilyen, hát 45 és 55 fok között van, körülbelül 50 fokos legyen. És ahogy mondtam, bármelyik jó, de talán még a legjobb a törköly pálinka, mert annak van a legkevésbé gyümölcsíze, gyümölcsaromája, de ha egyéb pálinkából csináljátok, talán még nem is baj, hogyha egy kis gyümölcsaromát is kap a dió. Aztán ami kell, még egy kevés fahéj, lehetőleg ilyen egész, amit csak széttördelünk, ne bor legyen, ezt könnyebb leszűrni, és egy darab vaníliarud. És majd még kell hozzá fél kiló cukor, ez a mennyiséghez és fél liter víz, de az csak a későbbiekben. A diót először is ketté vágjuk. Kisebb darabokra fölösleges, ki fog belőle így is húzni mindent a pálinka. Könnyen szelhető ez a zöld dió, nagyon finom illata van. Már most is. Egyébként ez egy kicsivel több mint 25 deka, majdnem 30 is van, de ártani nem fog neki. Ahogy ez megvan, rádobjuk az összetördelt fahéjat. Okay. És felaprítjuk a vaníliarudat. Nem tudom, ez mennyire fog sikerülni, hogy hosszába vágjam el, az az igazi. Csak összejön, oké, prima. Hát elvágom még így is. Igaz, ennek már nincs sok jelentősége, de adjuk meg a módját. Ó, de jó. Folyik a nyálam, mint az alien-nek. Oké. És mehet rá a pálinka. Jaj, de finom! Na, hogy ne férjen bele, mert sínogörcsöt kapok. Oké, semmi gond. Ezt most légmentesen lezárom, és jöhet a 6 hétig tartó érlelés, tehát olyan 40-42 napig. Alaposan ráhúzzuk a kupakot, és mehet a hűvös pincébe, sötét hűvös pincébe 6 hétre érlelődni. Letelt a 6 hetes érlelési idő, most hozzáöntöm a cukorszirupot, amit már előre elkészítettem még tegnap este, hogy nem most kelljen vele tökölnöm. Ez fél liter vízből és fél kilogramm cukorból áll, és egyébként a szirupkészítésnek a lényege, hogy nem csak egyszerűen feloldjuk a cukrot a vízben, hanem fel is forraljuk. Hozzáöntöm a diószeszhez, ebben az üvegben fogom összekutyulni, és újabb egy hétig érlelem, mielőtt leszűrném. Azért most öntöm össze, nem pedig szűrés követően, mert így a fizikából és kémiából jól ismert diffúzió fogalma is érvényesülni fog, ki fogja majd szépen fejteni a hatását pont annyira, amennyire kell. Ha valaki esetleg nem emlékezne rá az iskolából, hogy mi is az a diffúzió fogalma, ez egy olyan anyagáramlási jelenség, amit a részecskék helytől függően változó koncentrációja okoz. Itt konkrétan molekuláris diffúzió fog történni, és hát aminek a, tehát ahogy mondtam, az előbb egy anyag áramlási jelenség, amelynek a hajtó erejét a sűrűség különbség adja. Az anyag áramlás ereje pedig a sűrűség gradienssel arányos, és hogy biztosra menjünk, hát egy hetet fogok adni
ennek a diffúziós anyagáramlási folyamatnak, azért egy hétig fog ez még érlelődni, mielőtt leszűröm. Tehát, hogy érthető legyek, a dióban és a vaníliában rekedt alkohol és egyéb nedvesség az összes íz és illat anyagával ki fog áramlani a cukorszirupba, mivel jóval gyengébb sűrűségi állaggal rendelkezik. Jóval gyengébb a sűrűsége, mint a cukorszirupnak. Na hát ez a diffúziós anyagáramlás, vagy éppen Brown mozgás. És itt megemlíteném még akkor a valamelyik korábbi videómat, aminek nem is tudom már pontosan mi a címe, a lényeg az, hogy fenyőrügy mézről van benne szó, talán pont ez is a címe, hogy fenyőrügy méz. Azzal kapcsolatban többen kérdezték, hogy ehető-e az a halványzöld friss fenyőrügy, amit a mézbe áztatunk egy hónapra, hogy miután leszűrjük a mézről, ehető-e. Hát, hogyha valakinek nagyon jók a fogai, vagy nem sajnálja a nyelvőcsövét, az megeheti, de nem ajánlatos, mert ott például nagyon jól mutatkozik ez a diffúziós jelenség, hogy a zsenge halványzöld fenyőrügyek egy hónap után a mézben olyanná válnak, mint a száraz fáról lehasogatott szálkák vagy halszálka, totál kemény lesz, míg a méz felhigul. Tehát a rügyből kiáramló nedvesség a mézet felhigítja, a rügy pedig teljesen fás, elfásul, vagy hogy is mondják, olyan lesz, mint a fa szálka. Egyébként a meggy és a cseresznye is a kompotban azért lesz szikkadtabb, legalábbis szikkadtabb, mint normális állapotában, mert ott is ugye a nedvesség tartalmának jelentős része kiáramlik a kompótlébe vagy a cukorszirupba. Na hát akkor ennyit a fizikáról és kémiáról. Most szépen összeöntöm a polikaranyag, alapanyagot. Nagyon jó illata van. Úgy a dió, a fahéj. Csak bele kell nyúlnom. Hülye voltam, nem hoztam ki kanalat. Mindegy, megoldom. Oké. Tehát a lényeg, hogy ezért most cukrozzuk még a szűrés előtt, hogy a dióból és a vaníliából kijöjjön, kiáromoljon minden íz és illatanyag. És akkor egy hét után leszűröm. Most pedig megy érlelésre, egy hétre. Letelt az egyhetes diffúziós érlelés, most leszűröm a likört. Erre a célra tökéletesen megfelel a vászonpelenka. Garantáltan megfog minden fahéj törmeléket, a vaníliarudból és a dióból is minden morzsalékot. Íme a diólikőr, fogyasztása Lehűtve, citromlével, citromkarikával ajánlott, hogy tuti legyen a dolog, én teszek bele egy, hát mivel nem túl nagy a pohár, citromkarikával egy kis szeletet, egy fél karikát, és még külön is nyomok citromlevet a pohárba. Na, lássuk, mire mentünk. Tökéletes.
Egészségetekre! Le a kalappal, tényleg nagyon finom. Köszönöm a figyelmet, elkészítitek, fogyasszátok egészséggel, sziasztok!